Friedman Tamás, a Szekszárdi zsidó hitközség elnöke 2019. januárjában értesítette arról a múzeumot, hogy Somló Tamás budapesti lakos Szekszárdon kíván elhelyezni kiállítás céljából egy tulajdonában álló dr. Rubinstein Mátyás főrabit ábrázoló festményt. A képet 2018-ban restaurálták. A hosszabb ideig tartó összetekert állapot vízszintes törésvonalakat hagyott, melyek a képen a mai napig látszódnak. Sokáig nem tudták, kit is ábrázol a kép, csak annyit, hogy egy jeles rabbit. Azonban Rubinstein Mátyás szekszárdi főrabbi egyetlen ismert fotójának megtalálását követően ez nem volt kérdés. Érdekes, hogy ebből adódóan azt is tudjuk, hogy lényegében ez a festmény is 1930 környékén keletkezett. Rubinstein Mátyás Szekszárd második és leghosszabb ideig szolgáló rabbia, főrabbia volt. 1902-től 1944-ig a zsidóság elhurcolásáig töltötte be ezt a tisztségét. Azt, hogy mikor született erre több évszám is van, legvalószínűbb, hogy 1867-ben. Azt tudjuk, hogy Dunapentelén, Budapesten végezte tanulmányait, ott is doktorált, tehát a Budapesti Tudományegyetemen bölcsész doktorátust szerzett, nagyon sokat publikált, főként egyházi vonatkozásban, és előtte is, mielőtt Szekszárdra került volna, Orosházán, illetve Mindszenten dolgozott rabbiként, hiszen 1894-től már rabbi volt. Ő egy nagyon közismert, közszeretetnek örvendő férfi volt a város életében is, nem csak a saját vallási közösségében is. Például a helyi újságok felírták, vagy megírták, hogy a 25 éves szolgálati jubileumokor, 1927-ben az egész városi, illetve megyei méltóságok is tiszteletét tették nála. Városi képviselő, választott képviselő is volt, és hát végig kitartott a saját hívei mellett, pedig erre a hagyomány szerint többször is volt alkalom, amikor szerették volna őt a egyre szigorodó zsidó törvények miatt elmenekíteni. A festmény a fotóval körülbelül egyidős. Alkotója szignója alapján Miklós M. Ödön, a kiváló szekszárdi festő volt, aki szinte a város és a megye egész elitjét megfestette, természetesen megrendelésre. Magáról a festőről, Miklósi Mutyenbacher Ödönről, hogy ő egyrészt Szekszárdon született, illetve itt is halt meg, közte Budapesten járt a mintarajz iskolába, illetve iparművészeti főiskolára neves tanárai voltak. Ő a portréfestészet egyik kiemelkedő mestere, nagyon sok festményét őrizzük itt a múzeumban, de ezen kívül tájképeket is festett, szerény körülmények között élt, 1942-ben hunyt el, nagyon sok kiállítást szerveztek neki, illetve helyben, vagy Budapesten, vagy az ország több településen. Igazából nem tudta befutni azt a pályafutását, amire a tehetsége predesztinálta, de mai szemmel nézve egy igazán kiemelkedő alkotója volt a korszaknak. A múzeumnak bár van 30 Miklósi Mutyenbacher Ödön festménye, tehát ezt a sort gyarapítja, ám de zsidó tematikájú műtárgyakban viszonylag kevéssel rendelkezünk, és hát ezáltal a kép, hogy ide került, Rubinstein második hiteles ábrázolását ismerhettük meg. A hónap műtárgyaként kiállított Rubinstein Mátyás portréval tiszteleg a Vosinszky Mód Megyei Múzeum a holokauszt áldozatai előtt.